Memento című film, az azért nagyon jó, az amnéziát belülről próbálja megmutatni, méghozzá az anterográd amnéziát mutatja meg. Ugye a klasszikus példa általában mindenki úgy tudja, ez a retrográd amnézia. Amikor szó, a múlt hogy, nincs. Hogy igen, hogy van egy baleset, és elfelejtem a múltam, de aztán élek tovább, és mondjuk kimarad valami, és vagy visszajön, vagy nem, és akkor mindenki, a családtagok, meg ő is reménykedik, hogy hátra majd vissza fog emlékezni. Ami nagyon érdekes így a pszichológusok számára, meg a idegtudós számára, az anterográd amnézia, amikor viszont akár meg is maradhat a múlt, mondjuk a baleset után, de új dolgot nem tud tanulni az illető. Ilyen például a Memento címnek a főszereplője, de Szenilla is ilyen a Némo nyomában, ez nem fontos tudományos mű, de és mindig elrontják a nagyon érdekes az írók, meg a forgatókönyvírók, mert Szeniláról is azt mondja, hogy munkamemória, meg rövid távú emlékezeti zavara van. Mert hogy az látszódik az ilyen emberem, hogy 5 percig beszélgetünk, és akkor elfordul, és akkor visszajön, úristen, hol vagyok. És már is felejtett, 5 percig tud igazából figyelni, és ez azt hiszik, hogy akkor rövid távú emlékezeti probléma. Pont nem, mert 15 percig nagyon jó, és a rövid távú emlékezet az pont 5-8 perc, és addig ő baromi jól működik, pont a rövid távú emlékezete jó. Ami gond, hogy nem marad meg a hosszú távú emlékezetében, ami történt, és akkor 5-10 percek után mindig elfelejtem, mi történik. Mint szegény kicsi Szenilla. Igen, mint szegény kicsi Szenilla, igen.